my God! Köszönöm ezt a felejthetetlen pillanatot. Ez maga a töké. Micsoda páratlanul finom csontok. Milyen édes kicsike. Aranyos. Aranyos. Micsoda domború kis tarkó. Ez egy valóságos szépség. Monsieur Chaisac még az életű mását is elkészítette. Az csak a feltételezett modell. Napokig szobrázkodott titokban. Ezt a meglepetést önnek szántam. Nem fogy ki belőlük, Monsieur Chaisac. A történelem előtti idők nője és a mai nő. Ugyanaz a parfüm illik rájuk. Egész jó reklámszöveg. Igen. Úgy jó, állj mögé. Mire gondol, szépség? Fordulj hátra. Úgy, nézd rám. Jó, mosolyogj. Alex, emlékszel azokra a fotókra, amiket a Vogue-nak csináltunk? A Tanganyika tónál? Igen. Igen. Azokra. Engem várt, ugye? Beszélnem kell magával, Julien. A legjobb. Nekem is van egy kis meglepetésem. Jöjjön. Lemutatom Madame Hepburnt. Azt hiszem, már hallott róla. Az asszisztense. Mert ki bontál? Egészségére. Örvendek. Szabad megtudnom a nevét? Jessica Fitzgerald. Csak nem amerikai. De igen. Aha, már értem, Monsieur Chaisac. Vannak köztük magasak, csinosak, szép hajúak, a többi pedig pont fordítva. Ilyen az élet. Na és hol van ő? Ott hátul, balra. Jöjjön. Igen. Jöjjön. Hagyjon engem békén. Szóval, így nézek ki, első francia nő. Milyen kicsi, milyen édes. Tudják, mit csodálok benne? Hogy olyan arányos? Micsoda szépség, micsoda nőiesség. Nos, uraim, mikor indulunk a terepre? Akár azonnal, hiszen együtt vagyunk. Legalább lesz ideje velem beszélni. Szörnyetek. Nyitva van!